Nehéz helyzetben lévő, nehezen fejleszthető gyerekekkel foglalkozik az ország egyik legszegényebb térségében, a Berettyó Újfalui Igazgyöngy Alapítvány. Most az ő pénzüket is zárolták, fizetést se tudnak adni. Teljesen kilátástalan lett a helyzetük. Péterfi Judit összefoglalója. Mondhatom, hogy álmatlan éjszakák vannak mögöttünk. Az alapítvány dolgozóinak, sőt az itt tanuló gyerekeknek a sorsa is veszélybe került. A jövőjüket zárolta a bank. Ez a 6 millió forint, ez jelentős összeg, tehát egyelőre nem tudjuk, hogy honnan fogjuk tudni előteremteni. A kollégákkal tudattuk, tehát a vidéki kollégákkal is, akikkel minden nap nem találkozunk, értesítettük őket róla, hogy a héten biztosan nem fogunk tudni fizetést fizetni. Az alapítvány a keleti határszélen, az egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségben működik. 6 településen összesen 23 faluból 600 gyerek művészeti nevelését végzik. Közülük csak nem 70%-ban hátrányos helyzetű, ezen belül is 250 mély szegénységben élő gyermekét. A házi pénztárban minimális az az összeg, ami rendelkezésünkre áll, akkor tulajdonképpen már abból a benzinből közlekedünk, ami éppen bele van tankolva az autókba és benne van. Már nem tudunk gyerekgyógyszert kiváltani, már nem tudunk ösztöndíjat vinni. 17 pályázatuk van most folyamatban, többségükben előfinanszírozottak. Nos, ezekhez sem férnek most hozzá. Mindenkit köszöntök a rajzórán. Most nyitottak egy számlát és adományokat gyűjtenek. Abban bíznak, hogy az emberek kisegítik őket addig, amíg újra hozzájuthatnak a pénzükhöz. 3 gyerekes családapaként lakáshitellel a nyakamban, nyilván érintett vagyok én is ebben a sajnálatos eseményben, bizonytalannak látjuk a jövőt. Az alapítvány finanszírozza az utazásukat, illetőleg a benzinköltségeiket is ők fedezik. Addig mennek, amíg van üzemanyag a kocsikban. Dolgozóik ugyanúgy, mint sokan az országban mások, egyik hónapról a másikra élnek. Nincs módjuk hónapokig tartó várakozásra, mert nincs miből megélni, eltartani a gyerekeiket. Péterfi Judit, 7/24.